Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csakodd az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Média Zabálók negyedik évadának szezonnyitó része itt a Parallaxis Univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ezúttal egy nagyon aktuális témával jelentkezünk, ugyanis a napokban ismét tanúi lehettünk annak, hogy a bulvársajtó milyen könnyen átlépi azokat a határokat, amelyeket az emberi méltóság és a társadalmi felelősség érzése kellene, hogy meghúzzon. A Blick a napokban több méltatlan cikket is közölt Molnár Gusztáv színművészről, aki alkohol a folytatott küzdelme során ismét nehéz napokat él át. A cikkek egy olyan fotón alapultak, amelyet egy úgynevezett olvasóriporter készített a színművészről, amint feltehetőleg alkoholos állapotban az utcán alszik. Ez az eset rámutat arra a súlyos etikai válságra, amely a bulvársajtót egyre inkább jellemzi. A téma kitárgyalásában vendégünk Boros Tamás újságíró, szerkesztő, valamint a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány szakának meghívott előadója. Szakterülete a személyiségi jog a médiában, elsősorban a képmás és a hangfelvételek felhasználásával, felhasználhatóságával foglalkozik. Szia Tamás, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz, üdvözöllek a műsorban. Szerbusztok, üdvözöllek, én is örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. És sok szeretettel köszöntöm Mogyorósi Istvánt, a Parallaxis Univerzum vezetőszerkesztőjét. Szia István! Sziasztok! Kezdjük talán a legelején, és válasszuk le az erkölcsi tartalmat a jog által szabott lehetőségekről. Színész vagyok, önszántamból szereplek a sajtóban, mélypontra jutok, amiről szintén önszántamból beszélek, később pedig lefotóznak ezzel összefüggésben méltatlan állapotban, és közzéteszik. Valóban legális ez? Nem, tehát nyilvánvalóan bármilyen közszereplőről beszélünk, tehát most azt mondjuk, hogy a világ legközszereplőjéről is beszélünk. Nyilván mindenkinek megvan a magánszférája egyrészt, még akkor is, hogyha életének azt a részét, amikor mondjuk csak egy utcán sétál, tehát mondok egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot, tehát azt a nyilvánosság előtt végzi, én még ezt is úgy mondom, hogy magánszférának mondom, vagy jellemzem. Tehát nyilvánvalóan mindenkinek megvan, hiába éli valaki az életét teljesen a nyilvánosság előtt, mint egy színész, és most nyugodtan beszélhetnénk akár sportolóról, mondom, lehet a világ leghíresebb sportolójáról, vagy a világ legismertebb politikusáról is, nincs olyan, aki mindig közszereplést végez. Tehát akkor végül is a válaszod az, hogy ez egy szürke zóna, vagy egyenesen nem legálisnak tartod ezt a olvasóriporterkedést és egy ilyen fotó elkészítését? Igen, én nyilván itt többségében, bár ismerem a konkrét kifejezett egyedi cikket, nyilván általánosságban is beszélek, amikor azt mondom, hogy ugye az Egyesült Államokból indult ki ez a citizen journalism, ugye, tehát valóban ez az olvasói fotókészítés, ez erősen támadható. Tehát erősen azt mondom, hogy nem jogszerű. Azok a fotók, amiket az érintett hozzájárulása nélkül készítenek. És akkor itt később majd fölhozhatunk olyan példákat, amikor nem csak egy ilyen, talán a legsúlyosabb dologról, a függőségekről van szó, amiről mi most beszélünk, hanem egyszerűen csak mondjuk úgy, hogy valakit teljesen hétköznapi módon, mondjuk egy nőt smink nélkül, de egy férfit is mondjuk nem kiöltözve lefotózunk, lekapunk az utcán, amihez ő az adott pillanatban nem járult hozzá. Ez alapvetően nem szabályos, és nem jogszerű. Természetesen egy olyan beleegyezés, tehát nyilvánvalóan lehet, hogy beleegyezik, és nem tiltakozik egy fotó elkészítése ellen. Most a konkrét példa itt az volt, hogy tiltakozni se tudott volna, tehát nem lehetett semmiféle beleegyezés.
De itt azért két dolog van, nem? Tehát egy dolog, hogy beleegyezek a fotó elkészítésébe, és más dolog az, hogy beleegyezek, hogy azt publikálják. Persze, persze, de hát itt azt hiszem erről nem is lehet beszélni, tehát itt már a fotó elkészítése sem volt beleegyezésen alapuló. A konkrét esetben, de valóban, hogyha nyilván ezt kinyitnánk ezt a kérdést, akkor természetesen a fotó elkészítése és felhasználása, mint hogy a jogszabály is mind a két kifejezést használja, nem témája a mai beszélgetésnek, de hát azt hiszem, amikor az új polgári törvénykönyvet meghozták, akkor nagyon sok sajtófotós, talán szerintem bizonyára emlékeztek rá, rettegett is ettől, hogy mi van, ha már az elkészítéshez kell ugye a hozzájárulás, de mondom, ez egy másik kérdés, itt most teljesen vakvágányra mennénk, de a kettő elválik, hogy ne egymástól. Mi számít a személyiségi jogok megsértésének a médiában? Mik a határok? Ezt így lőjük be szerintem, az a szerencsés. Én elsősorban oktatom ezt az egyetemen, és a média szakos hallgatóknak, és mindig próbálom nekik nem a most ezt a szót használom, hogy, és mindenki értse, hogy nem a hardcore jogi megközelítést, nem a nagyon jogászi megközelítést viszem nekik, hanem inkább a gyakorlatit. És akkor ilyenkor mindig próbálok ilyen gyakorlati példákat mondani, hogyha képfelvételt vagy kamerafelvételt, tehát olyan mozgó képfelvételt készítenek, nyilván legyenek láthatóak például, de olyan értelemben, hogy az észlelje a róluk készült álló vagy mozgókép elkészítését, akiről készítik. Tehát ezt nyilvánvalóan ezt mindig én is tanítom, meg hát mások is gondolom, hogy akár gyakorlati helyen tanítják az adott fotós, vagy az adott sajtómunkatársnak, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy egyszerűen a hozzájárulását tudja adni. A törvény egyébként ugye azt mondja ki, hogy a felvétel elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához, vagy felhasználásához ugye kell az engedély, és akkor ezekkel kapcsolatban fogalmazza meg a kivételeket. Ugye, amik a tömegfelvétel készítése, ugye az is, hogy mi számít tömegfelvételnek, illetve a nyilvános közszereplés. Tehát amikor az adott személy közszereplést végez. Neki, és ennek az embernek nem kell feltétlenül közszereplőnek lenni, tehát nyilván ez mindig azt a példát hozom, hogy a 10 éves Pistike is közszereplést végez, ha egy sajtó nyilvános iskolai megnyitón verset mond, az nyilván szülői hozzájárulás, de ugye ez megint egy másik kérdés. Tehát itt alapvetően a kivételeket mondja el. A konkrét eset, én úgy gondolom, semmiféleképpen sem tartozik a semmilyen értelemben a kivételek kategóriájába. Ugye itt szenvedélybetegséggel küzdő emberről beszélünk, a szenvedélybetegség ábrázolásáról a nyilvánosság előtt, széles nyilvánosság előtt. Ennek szabályozza valamelyik aspektusát esetleg a jog, vagy... Nem, hát a szenvedélybetegségbe abba csak az tartozik bele, hogyha az illető ugye lemond erről a jogáról, mondjuk az, hogy ugye nyilvánosan, most egyszerűen mondom, nyilvánosan ő egy, tehát egy beleegyező magatartást tanúsít abba az irányba, hogy ő mondjuk beszél róla. A színművész többször felvállalta küzdelmét az alkohollal, többször önszántából nyilatkozott a sajtónak. Na most a kérdésem az alapvetően az, hogy ebben az esetben, ha én ezt kommunikálom, az én függőségemet, és többször beszélek róla, szóval mi itt ilyenkor a helyzet, ha már beszéltem róla? Itt most én azt tudnám mondani, hogy a kérdés leginkább arra vonatkozik, hogy ugye ő egyszer megmutatta magát, amikor egy rehabilitációs eljáráson vett részt, és sikeresen, ugye? Jól emlékszem itt a konkrét esetben. És itt most nagyon sokszor inkább jogi véleményt fogok mondani, jó? Tehát nem egy egyértelmű kinyilatkoztatást teszek. Tehát itt ő azt az állapotot akarta magáról megmutatni, vagy azt az állapotot mutatta meg magáról. És onnantól kezdve megint egy új lapot kell nyitni a jogszerűség történetében, mert attól, hogy te egyszer bemutattál egy stációt a saját magad, most a lírai te szempontjából, a saját magad állapotából, attól az nem azt jelenti, hogy minden stációt te bemutatsz, és onnantól nincs jogod. Én hoznék inkább egy ilyen párhuzamos, és azt
konkrétan a régebben, tehát olvastam ilyen bírósági határozatot, amely azt mondta ki, nagyon hasonló ugye a bírósági tárgyalások esete. Ott is ugye megkérdezik mondjuk a vádlottat, hogy hozzájárul-e, hogy róla mondjuk a megjelent sajtókép és hangfelvételt készítsen, erre mondhat igen, mondhat nemet. Nyilvánvalóan nem, akkor ezt tiszteletbe kell tartani, és volt olyan eset, mind bírósági, mind egyébként utólag láttam, hogy konkrét jogeset egy nagyon ismert büntető perben, ahol az első pártárgyaláson azt mondta a vádlott, hogy hozzájárul, majd az x-ediken, tehát mondjuk, és nem tudom, hanyadikon, mondjuk a negyediken azt mondta, hogy nem járul hozzá. Akkor nem lehet azt mondani, hogy mi a negyediken is készítünk felvételt, mert az első hármon te azt mondtad, hogy igen, az már egy másik kérdés volt, hogy az első három tárgyaláson fölvett képeket lehet használni. De a negyediken nem. És itt is egy picit, tehát én ezt egy picit ilyen párhuzamnak érzem jogi szempontból ezt a helyzetet, hogy nyilván egy olyan képet, amikor azt mutatta, hogy, tehát hogy illusztrálni éppen lehet, mert hát nyilván a sajtónak meg, ha mondjuk írott sajtóról beszélünk, akkor folyamatosan a képeket kell keresni, és releváns képeket kell használni, most elő az újságírójé nem jött elő, tehát valamit be kell tenni, de nyilvánvalóan nem tehetsz, tehát hogy igazából nem tehetsz be olyat, amihez se hozzájárulás, se téged rendkívül megalázó helyzetben mutat, és hát valóban, hát nem, hogy hozzájárulást nem is tudott, ugye róla, vagy úgy gondolom, hogy esetleg nem tudott róla. Hát valószínűleg nem kérdezték meg, de hogy ezt miért, tehát oké, ez az elmélet, hogy nem teheted be, nem csinálhatod, meg nem jogszerű. Mégis egy, megteszik, kettő, egy, hogy jogtalanul is, meg erkölcstelenül is. Tehát, hogy ez hogy... Hogy tudod, értem én a bulvárnak a pszichológiáját, mert mindenki erre kíváncsi, másnak a szennyesét, erről szól a bulvár, nem kiteregetjük, ennél szennyesebb meg persze nem is kell. Még az lett volna szép, hogyha verekedés is van benne, szerencsére még az nem volt benne. De hogy ez, tehát hogy milyen lehet az az újságírói közösség, vagy újságír szerkesztői, nem tudom, gondolkodás mód, amiben ez normális, nem tudom, ezt lehet-e normálisnak hívni, amiben ez elfogadható, hogy így gyártsál cikkeket. Biztos, hogy nem ezt tanítjátok, vagy nem ezt tanítod az egyetemen, és szerintem senki nem tanítja ezeknek az embereknek, hogy ezt így kell csinálni, de van valakul egy szerkesztő, gondolom abban a szerkesztőségben is, aki felvállalja, hogy ez menjen ki. Tehát, hogy ez, hogy lehet ilyet, nem tudom, nincs egy etikai bizottsága egy sajtónak, vagy nincsen egy etikai, nem tudom, szervezet, aki azt mondja, hogy ez az ember, aki ehhez a nevét adja, vagy ezt szerkesztőként aláírja, az nem való újságírónak? Nyilván ezekkel én mindig óvatosabban, már a nem való újság, tehát itt a kérdésnek a legvége. Hát nézd, azért a jogot nagyon sokszor felülírja, írhatja a gyakorlat. Nyilvánvalóan történelmi fotók közül is, tehát a legismertebb történelmi fotóknál is tudnánk olyat mondani, ami, hát ti talán emlékeztek rá, vagy tudjátok, talán pont most 30 éve készítette egy dél-afrikai fotós a Kislány és a Kesejű című fotóját, ez nem tudom, megvan-e. Amikor az afrikai leginkább éhínséges szudáni körzetből, és akkor nyilván ő ezért kapott egy Pulitzer-díjat, majd amikor ugye New York, tehát itt ment világkörüli körútra ezzel, vagy nem biztos, hogy világkörül, de mindegy, tehát ment külföldre ezzel, akkor nyilván föltették neki csomóan a kérdést, hogy egyrészt, hogy etikus volt, de másrészt segítette a gyereknek, aki egyébként zárójel akkor nem halt meg. És akkor hát nyilván itt az etikai kérdések megint csak fölmerülnek, és mondjuk ez egy Pulitzer-díjas kép volt. Nyilván a konkrét esetnél Pulitzer-díjról nyilván nem beszélhetünk, meg semmi ilyesmi nincs, de valóban egy szerkesztői agynak ilyenkor, most általánosságban is mondom, meg kellene szólani, hogy ha tényleg nem arról van szó, hogy egy annyira egyedi látásmódú, senki más által, mert mondom, hát ez citizen journalism. Itt valaminek meg kell szólalnia. Nekem is voltak sokkal kisebb súlyú ügyekben újságírói munkáim során olyanok, amikor mondjuk szerkesztőként ültem, és akkor föl kellett hívnom az újságírót, és mondjuk ott például volt olyan, hogy elmondta, hogy az illető hozzájárult a kép elkészítéséhez.
csak mondjuk azon az adott képen, több évvel ezelőtt, az illető annyira önhibáján kívül hülye pózban, evés közben egy nagyon buta, tehát olyan, ami egy pillanatfotó, tudjátok, hogy miről van szó, úgy volt ábrázolva, és azt mondtam, hogy akármennyire járult hozzá, nem fogom ezt az embert kitenni ennek, hogy én így beteszem a fotóját. Vagy volt olyan, ez is sokkal kisebb súlyú, szalagavató bárról fotózott a kolléga, és egy több tíz, tehát egy 80-90 fotós képgalériát kitett. A legjobb szánt, tehát semmi izé nem volt, és volt egy olyan kép, ahol a szalagavatós egyik kislány, akinek arca, tehát teljes arca mindene látszódott, pont a ruháját igazgatta, és pont a mellét fogta meg. És akkor mondtam, hogy én ezt felelős szerkesztőként leszedem. Tehát, hogy vannak ilyenek, és igen, időnként azért meg kell szólalnia annak. Én a magam részéről, most csak magamat mondom, mint jogász és mint újságíró, én ilyen képet nem tennék ki soha. Kicsit azért is meglepő ez az egész, mert ugye nemrég kavarta fel itt a nyárvégi állóvizet ez a Motherless botrány, amikor ugye a még magyarországi tartalomgyártókról is, de hát civil nőkről kerültek fel a pornó oldalra különböző nem hozzájárult fotók, lesi fotók tulajdonképpen. Persze a történetnek volt egy másik aspektusa is, mikor ott részletezték, hogy ezekkel a nőkkel mit tennének ezek a férfiak, de most csak a képekről beszélve, tehát hogy miért van az, hogy egy kicsit érzékenyebbek vagyunk, amikor erről van szó. Teszem fel naívan is a kérdést, és amikor mondjuk egy ismert ember, közismert ember ilyen jellegű kálváriáról van szó, akkor azért most is nagyon érdekesek a kommentek a különböző ilyen cikkek alatt, ahol meglepően egyébként sokan kikélik maguknak, hogy ezt így megszellőztetik és megmutatják, viszont azért mégis sok olyan komment van, ami hát a minek ment oda típusú hozzászólás. Szeretjük hibáztatni az a függőket, legalábbis szerintem. Tehát, hogy teljesen más az, amikor egy nőt valamilyen illetlen pozícióban vagy helyzetben lesifotóznak, és teljesen más, amikor egy alkoholos befolyáltság alatt van valaki, és azt lefotózták. Hát mindenki ott, az ő baja, úgy kell neki. Tehát, hogy van, szerintem van az emberekben egy ilyen, teljesen másképp ítélik meg ezt a két szituációt. Az én naiv világomban egyébként ez úgy néz ki, hogyha én például bemegyek a való világba, és előtte mondjuk eszkort fiú voltam, és ott kiderül rólam, hogy de én erről nem beszélek nyilvánosan, de a műsor folyamán ez egyik barátom, aki tud róla mondjuk elmondja a sajtónak, akkor szerintem ez is azért annyira aggályos, mind jogi, mind erkölcsi szempontból. Itt nem tudom, hogy egyébként például egy való világnál, ha már ezt hoztad szóba, mondjuk milyen szerződések vannak. Lehet-e olyan szerződés, hogy te nem tudok elképzelni olyat, ami azt írják bele, hogy a múltad részleteit vállalod, és azt föl lehet használni, és a többi, és a többi. Plusz én, bocsáss meg, én a műsorba veszek részt, az, hogy mondjuk a Velvetnek lenyilatkozza egy ismerősöm, hogy ő szexelt velem, mikor én eszkort voltam, akkor az egy teljesen ő rólam nem szenzitív adatot ad ki tulajdonképpen? Persze, hát hogyne. Meg hát bocsánat, hát te mondtál egy példát, nyilván más példákkal, meg más, hogy azt mondom, hogy mindenkinek van egy bizonyos múltja, vagy mindenkinek vannak kisebb-nagyobb, vagy lehetnek kisebb-nagyobb fekete foltjai az életében, és azt nem lehet persze, tehát most nyilvánvalóan nem lehet lenyilatkozni, mert mondom, tehát, hogyha nem a való világban, mert miért, és akkor az jobb, ha te mit tudom én, egy sportműsorban vagy benne, és úgy nyilatkozz-e, persze. Tehát nyilvánvalóan ott vagyunk, nem tudom, ott vagyunk elnézőbbek, vagy izé, ha mondjuk politikusról van szó, a politikusi. Ne haragudj, az, hogy Borkai a jakton kurt a nőkkel, az közügy, míg az, hogy Molnár Gusztáv a Korvin negyedben alszik részegen, nem. Szerintem itt a különbség. Nem, mert ez nem közügy, utóbbi nem közügy. Így van, szerintem a politikus a felhatalmazásunkat kért, hogy képviseljen minket, nyilván elszámolással tartozik. De Molnár Gusztáv milyen elszámolással tartozik a nagy nyilvánosság felé? Jól mondod. Ha most én elgondolkodok azzal, hogy mondjuk egy ilyen témát, ha én kapok, mondjuk én vagyok egy szerkesztő, nem kell főszerkesztő, egy szerkesztő vagyok, és kapok egy ilyen témát, és tényleg hogy lehetne etikusan, mondjuk bennem amúgy is van egy ilyen csengő, hogy én nem hoznék ilyen emberekről ilyen fotókat nyilvánosságra, tehát hogy én
nem tudom, egy gyerekfotóknál is volt olyan, hogy jaj, csak ne látszódjon egy gyerek se hátulról, pedig egy teljesen semleges témáról írtam, hogy utánpótlás sport, vagy ne látszódjon egy gyerek se. És szóval én nem tudom, tehát, mert a téma az te is érzed, meg láttam, hogy ti is érzed, hogy ez egy nagyon komoly téma. Érdemes róla egyébként beszélni. Nyilván segítő, hát nem segítő szándékkal, hanem ahogy egy sajtó tud, tehát a társadalmi párbeszédnek a szándékával. De hát valóban itt azt mondom, hogy jó, én azt se hiszem el, hogy nem, tehát azok az emberek, akik mondjuk ezt megírták, azok ne aggódnának a színművész iránt, de hát nem ez a módja. Tehát tényleg nem ez a módja, egyébként lehet, hogy tőle lehetne kérni egy interjút, hogy nyilatkozna-e erről a dologról. De anélkül most nyilvánosságra hozni egy ilyen képfelvételt, hogy ő abszolút semmilyen beleegyezést nem mutatott, ez irányba hát úgy valóban nem lehet. De meg nem is tűnt annyira, nem tudom, együttérzőnek az a cikk, vagy lehet, hogy nem olvastam én jól azt a cikket, de hogy... Nem volt olyan cikk, inkább... együttérző volt. Tehát inkább úgy mondom, hogy volt olyan írás. Az lehet, pont erről beszélek, ahol itt csak tisztán arról szólt, hogy na nézd meg a részeg állatját, hogy ez mit csinál magával, és hogy viselkedik, és hogy ez szégyen gyalázat. Tehát körülbelül ez érződött az egészből, ami szerintem kontraproduktív, a függőség, meg a függőségből való kikerülés szempontjából is. Mai Magyarországon mondjuk én érzek egy ilyen izét, tehát hogy mindenki, aki nem szépen keresztényén és helyesen viselkedik, az szégyelje magát. Tehát, hogy ebbe a narratívába beleillik, de hogy ez logikusan, normálisan nem hiszem, hogy segít bárkinek. Tehát nem ettől fogsz nem alkoholizálni, nem ettől fogsz együtt érezni azzal a szegény emberrel. Van bármi célja ennek a cikknek azon túl, hogy kattintásokat hozzon? Én nem vagyok témája a függőségről való leszokásnak, tehát nem ilyen mentálhigiénés szakember nem vagyok egyáltalán, de hát nyilván akadnak, és lehet, hogy százalékban nem is alacsony, ezt megint csak nem tudom, de hát akadnak visszaesések, kell a segítség ezeknek az embereknek. Nyilván mindannyiunknak akadnak közelebbi, távolabbi ismeretségi körében ilyen emberek, hiszen azért sajnos Magyarország a függőségek, vagy függő embereknek az országa. Én sem vagyok a függőségeknek a szakértője, de a saját és a többiek történeteiből tudom, hogy az, hogy az ember elbukik ennek a harcnak a néhány állomásán, az nem jelenti azt, hogy a háborút elveszítette, mert amikor az ember már elmegy mondjuk egy csoportterápiára, egy rehabra, mint ahogy azt a művész úr is tette, abban az esetben akkor nyilván az egy hajlandóság afele, hogy megváltoztassa. Az egyébként megváltoztathatatlannak tűnőt, nagyon sok ideig annak tűnő. Egy átlagos függő, én nem tudok pontos számadatokat, de biztosan nem a függősége fölismerése, és a, még tesz lépéseket az irányába, hogy ő a függőségéből kigyógyuljon, az között nem napok, meg nem hetek telnek el, hanem hónapok, meg évek telnek el. Ez egy nagyon hosszú és nehéz folyamat, nagyon-nagyon sok esetben. Itt ugye az egyik cikk az nevesíti is, hogy ugye egy éve volt a rehabon, és hogy hát megint visszaesett. Azt gondolom, hogy a szavaknak jelentésük van, a szavaknak súlya van, és bulvári újságírás ide, vagy bulvári újságírás oda, ilyen érzékeny témákban meg kéne találni azt a hangsúlyt, amiben méltó módon lehet kommunikálni. Párbeszédet kell indítani, beszélni kell róla, mert azért itt a beszélgetés során, de akár csak laikus szemmel végig gondolva ezt a témát, nagyon sokszor történik jogsérelem, jogsértés emberekkel, csak azért, mert közismertek, színészek, zenészek, politikusok, bárkik. Hát és nyilván egyre alacsonyabb, hát ez most egy olyan küszöb, amiben idézőjelben mondom, ami szerintem is felbukós küszöb, tehát hogy értitek, de tényleg sokszor azt látom, hogy egyre alacsonyabb a küszöb. Abban egyébként a sajtóban azért, hát én még lehet, hogy naívan, de azt gondolom, hogy konszenzus van, hogy bármiféle betegség, függőség ábrázolása az egy szenzitív adat. Tehát láttam már olyan, amikor tényleg a témáról beszélgetett mondjuk egy televíziós műsor, és bement egy terápiás csoportba vágóképeket készíteni, hát nyilvánvalóan eszünkbe nem jut, vagy eszünkbe nem juthat senkinek, hogy ott arccal ábrázolják az embereket. És ez nem is történt meg. Nem tudom, tehát ugye itt is a konkrét példa, hogy most
az egy eljárás lette volna, hogy nem mutatják az arcát, de hát az a baj, hogy tényleg mutatják a testhelyzetét. Meg kírják a nevét, akkor nem csináltak sokat. Tehát, hogy... Meg kírják a nevét, igen, és hogy, de tulajdonképpen, hogy az, hogyha tényleg születik egy olyan, már az első cikk olyan, hogy tényleg együttérző, vagy egy megoldás, hát nem megoldás, tehát ne az újság kínálja a megoldást, de hogy látszik, hogy abba az irányba akarnánk menni, és névvel megjelenik róla egy ilyen cikk. Az már megint egy kérdés, az egy kérdést vett fel, és mondjuk, de a kép nem jelenik meg ilyen kép. Ez az, hogyha a kép, de ezzel a kép mellé nem tudsz olyan együttérző cikket írni, ami ezt elfogadhatóvá teszi ezt a képet. Az egész az morbid. Szenzációhajhászás. Felesleges kattintásvadász. Szenzációhajhászás, de hát az egész olyan, amit én Kovács 13 Jánost sem ábrázolnám ilyen pozícióban. Még azt mondom, hogyha ad abszurdum elméletben, hogy mondjuk, ha az alkoholizálást valami viccnek venném, hogy itt egy nagyon finomak a pont nedűjű borok, akkor se tennék ki egy olyan képet annak illusztrálásáról, amit a padon hárman részegen fekszenek. Mert nem. Tehát nyilvánvalóan most megint, bocsánat, egy mondat, mert az is ilyen kultúrtörténeti ábrázolás, hogy ugye azért a 40-es évekig még nagyjából az amerikai filmekben is a részegség az egy ilyen vicces, kis esendő, kis ügyetlen, csetlőbotló embernek volt ábrázolva, és akkor 1945-ben jött egy olyan című film, az volt a cím, hogy Férfi szenvedély, ami már azért már komolyabban ábrázolta, hogy ez nem vicces. A szenvedély, mint szenvedélybetegség. Ezt jelentette ez a filmnek a címe. Ez egy probléma, amit kezelni kell. Említettük, még itt az elején mondtad, hogy ez nem jogszerű ilyet megjelent, egy lefotózni se hozzájárulás nélkül, megjelentetni még annyira se, de legjobb tudomásom szerint nincsen semmiféle ilyen automatizmus, hogy akkor bárki szűrné a jogszerűtlen tartalmakat. Tehát, hogyha az érintett, sértett fél nem tesz feljelentést, akkor ez tulajdonképpen annyi jogszerűtlenséget lehet csinálni a médiában, amennyi jól esik, ameddig nem jelentenek fel, sőt, ha fel is jelentenek, legrosszabb esetben miért lehet kérni egy helyreigazítást, hogy mit igazítasz helyre, vagy mi egy elnéző cikket leközölnek. Nem feltétlenül helyreigazítás, tehát ez nem egy sajtó helyreigazítás, mert az ugye, akkor most megint egy picit jogásszá változok, ugye a váza, és ezt most már ki is mondja a jogszabály, tehát váz az emberi méltóság. És mindegyik személyiségi jog ebből eredeztethető, ugye bizonyos szempontból. És hát tulajdonképpen ez sérült, az emberi méltóságomat sértik meg azzal, hogy engem így ábrázolnak, és ugyanezen okból fogva, ez tulajdonképpen hát sajtóhelyreigazításnak sem nagyon lehetne alapja. Nyilvánvalóan, ha most a cikkben megjelent valami valótlan állítás, akkor természetesen igen, de most így csak az alapszituációt mondom, vagy amiről most így, aminek az igazságtartalmát én így ismerem. Tehát ez egy személyiségi jogi per lehetne. Most az én ismereteim szerint nem, tehát gyakorló ügyvéd, vagy ilyesmi nem vagyok. Nekem a jogászi énem az a végzettségem, a szakvizsgám, és az, hogy médiaszakos hallgatóknak magyarázok. Körülbelül egyébként hasonlóban próbálom nekik elmondani, hiszen nekik a munkájuk során talán ezt kell megérteniük, és ezt kell, hogy a fülükbe jusson és menjen. Jövő generációjáról mindenképp beszéljünk még, de itt már nem akarok ennyire eltávolodni a témától. Itt korábban szóba hoztad, ugye, meg mi is beszéltünk a stílusról, vagy a tálalásról. Ugye például, ha öngyilkossággal kapcsolatos hír jelenik meg, mondjuk a médiában, akkor van olyan oldal, aki azon az oldalon nem jelenít meg hirdetéseket, mindenképp ott van, hogyha úgy érzed, hogy bajban vagy, akkor hívd ezt a számot. Szóval van egy bevett gyakorlat, vagy, mert ez sem egy jogszabály, én úgy gondolom, de javíts ki, ha tévedek, hanem egy konszenzusos, erkölcsi... Tévedés jogát fenntartva úgy gondolom, hogy én is úgy tudom, hogy ez egy konszenzus, és igen, tehát ez egy jó erkölcsi zsinórmérték. Én se konkrét jogszabályt ismerek. Én se így kerültem ebbe képbe. Mit tehetünk mi, emberek, akár civilek, akár olyanok, akik elérnek néhány emberhez, hogy tudatosítsuk, hogy fontos dolog hasonlóan szenzitív módon bánni például egy szenvedélybetegség ábrázolásával,
mint például az öngyilkossággal a médiában? Én, ha most nagyon a média felől közelíteném meg ezt a dolgot, tehát amikor látsz egy ilyet a tévében, mert vannak ilyen blokkok, ugye, hogy társadalmi célú hirdetés, azoknak ezekkel kellene tele lenni, hogy kihez fordulhat segítségért ebben az esetben, abban az esetben. Egyébként nem kell mindig ilyen krízis helyzeteket, tehát mit adóbevallás közelettével, arról is lehetne társadalmi célú hirdetés, hogy hogyan tölts ki megfelelően az adóbevallásodat. Ez más szempontból ugyanolyan fontos dolog. És nincsenek ezek. Tehát, hogy a társadalmi célú hirdetések címszó alatt, ma nem ezeket láttad a tévében, egy-egy kivételtől talán eltekintve, márpedig a társadalom, én nem hiszem azt, hogy a társadalom egyébként ne lenne szolidáris, mert akármennyire mondjuk azt, nem tudom, hogy ti mit észleltek, azért benne van az emberekben a jó. Tehát, hogy én ezt próbálom látni, és ezt látom, viszont valóban az ezzel kapcsolatos tudomásuk emiatt erről az embereknek kevés. Mert nem kapják meg a megfelelő helyen ezt. És ilyenkor valóban, hát ilyen cikkek alá oda van írva, vagy a 116-123-os telefonszámot lehet hívni, de mondjuk tényleg az van, hogy nem látod, most nem azt mondom, hogy minden reklámblogban ezt néz, de hogy azért úgy épüljön be valamennyire a mindennapokban. És nincs. Ezek az újságírók, és többeket személyesen is ismerek, akik ezeket a cikkeket írtak, nem rossz emberek. Hogy egy ilyen médiacégnél dolgozol, akkor egy kicsit megváltozik a saját valóságod, és beállsz abba a csatosorba, abba a futószalag mellé, és valahogy kevésbé számítanak, számít az emberi méltóság, holott, ahogy itt is elhangzott, szóval szerintem azért a Blik meg lenne a kattintás nélkül, amennyit ezek a cikkek generálnak. Szóval van miről írni bőven, szóval nem értem a profit maximalizálás mindenek felett, de hogy azért van egy társadalmi felelősség is, főleg, hogy egy ilyen hatalmas lapról van szó. De még ha kis lapról, akkor is. Hát az illető még mindig jó barátom, de már nem ott dolgozik, meg nem is lényeg, hogy hol egy kisebb lapnál, olyan lapnál, akik nem maguk gyártották az ilyen sztárhíreket, hanem inkább átvették. Nyugodtan kimondhatom már, mint hogy melyik ismert emberről van szó, mert semmi deonestálót nem fogok rá mondani. Ugye akkor még élt a férje, Vajna Tímea volt akkor ő, tehát hogy azon a néven volt ismert, és esküszöm, hogy 4 nap alatt vagy 4 cikket láttam róla az adott oldalon, de különbözőek, és akkor tényleg ráírtam, visszaírt az ismerősöm, hogy Tamás, kattintás. Kattintás szám. 4 nap alatt 4 cikk, és ott a vagyok, ez már feltűnő és sok, és nyilvánvalóan most a fogyasztói társadalom felől. De nem lehet mindig ráfogni a fogyasztóra szerintem, hogy azért írok szennyet, mert az emberek a szennyre vágynak, tehát hogy azért nem fordítva kéne működjön, tehát az, amikor valaki elvégez egy ilyen főiskolát, egyetemet, ahol újságírónak tanul, ott nem azért csinálja, mert ő értéket akar valamilyen szinten teremteni, nem azt, hogy valamiből meg kell éljek én is, és mindegy, bármit megírok bárkiről, csak adjanak fizetést. Tehát, hogy nem nevelni kéne az újságírónak, vagy nem nevelni. Nem tőle kéne jöjjön az érték az emberek felé, a társadalom felé, és nem fordít, vagy mindig mutogatni a társadalomra, hogy hát ti vagytok, aki ilyen szennyre vágytok, akkor megérdemlitek, hogy ilyen szart írok nektek. A bulvár újságírásban is lehet egyébként értéket közvetíteni, ha én például nem azt írom meg egy sztárról, hogy ő most rákos és meg fog halni, hanem mondjuk a sztár együttműködésével a szűrővizsgálatok fontosságára hívom fel a figyelmet. Ez csak akarat kérdése, ezt hiányolom. Persze, tehát igen. Ez hasonló, mint hogyha azt mondom, hogy tényleg beszélünk az ő problémájáról, azért, hogy a társadalmi párbeszédnek ez a szegmens elinduljon. Hát a másik az értéket teremteni, én mindig mondtam, én de 20-25 éve is ezt mondtam, jó lehet, hogy csak 20, hogy én annyira megnéznék egy ilyen kísérletet. Egy olyan kísérletet, mondjuk, jó, most már nem tudom, tehát már ugye nem nézi az összes korosztály a tévét, én még akkor ezt tévével mondtam, amikor azt mondtam, hogy csak olyan műsorokat vetítenénk egy hónapig,
Egyébként nem kell mind, tehát ami, úgy mondom, hogy értéket képviselnek, de hogy legalább nem egy alja műsor, tehát értitek? És azt mondtam, hogy nem, most nem arra gondoltam, hogy csak Fellini filmeket adnánk esténként, tehát mehetne a, itt a nekem is örök kedvencem, és bocsánat, örök kedvencem a halálos fegyver, tehát akárhányszor megnézem, amikor leadják a tévébe, tehát nem kell annak nagyon magas művészetnek lenni. Mint ahogy volt olyan színész, akivel beszélgettem, nem mint újságíró, hanem mint magánember, a napi sorozatokról, és akkor elkezdett szabadkozni nekem, és mondtam, hogy jó, szeretnék én egy olyan országban élni, ahol a napi sorozatok a legrosszabb műsor a tévében. Tehát, hogy nincs ezekkel baj különösebben. Itt ugye azt hiszem, hogy a Molnár Gusztáv is szerepel ilyen sorozatokban, ugye, ha jól tudom. Tehát, hogy nyilvánvalóan igen, tehát jó ott látni őket, ahol tényleg a teljesítményt teszik le, mert letesznek valamit. Tehát, hogy azért... Bocsáss meg, egy nagyon fontos dolog jutott eszembe arról, amit mondtál. Nem lehet, hogy kevesebb teljesítményt tulajdonítunk a mostani színművészek egy nagy hányadának, nem az olvasói megítélésre gondolok esetleg, hanem például a szerkesztői megítélésekre. Szóval ez Sinkovics Imrével biztos nem tettek volna meg egy hasonlót az akkori viszonyok között. Hát, de jó kérdés. Most anélkül nem, nyilván nem fogok nevet kimondani, csak elkezd most a fejemben elkezdtem így pörgetni azt, hogy mondjuk a régi színészek közül volt-e olyan, aki mondjuk esetleg teszem azt Nagy Piásnak volt ismerhető, vagy ismert. De ez akkoriban inkább fajta, nem tudom, státusz volt, lementünk a fészekbe, ottan ittunk, ez az egész heti hetes végig arról szól, hogy Bajor Imre állandóan részeg, pedig nem az. Hogy nyilván nem cancel culture-özni akarok most, csak azt gondolom, hogy megyünk a világ, tehát hogy egyszerűen fejlődik a világ, és az szerintem tök normális dolog, hogy ami régen volt, az most nem feltétlenül elfogadott, vagy nem feltétlenül úgy elfogadott, hogy régen a nők sem szavazhattak, meg a, nem tudom, a melegeket is mágián kövezték agyon, ahogy azt teszik most is pár keleti országban, szóval, hogy nyilván egy jobb világ fele kéne mennünk. Nyilván és... most már az van, hogy kifelé milyen az elvárás. Ugye ez az érdekes kérdés. Ugye itt volt, tehát ugye most paralimpia van, ugye pár héttel ezelőtt volt az olimpia, na ott például egyébként milyen lenne, ha mondjuk egy sportolóról nem kell olimpiai bajnoknak lenni, de mondjuk valami jelentősebb eredményt elért az olimpián, és akkor egyszer meglátnánk így. Hát zárójelben mondjuk én láttam már olimpiai bajnokot nagyon részegen, lehet, hogy ti is, tehát mindenkivel ez előfordulhat, én megjegyeztem magamtól, mondjuk nekem az adott teljesen lényegtelen, hogy kicsoda nem volt szimpatikus, de nem azért, mert ivott. De akkor is azt mondtam, hogy kész ember, tehát hogy ki kell azért neki is néha ereszteni, tehát hogy én az, hogy most éppen láttam részegen őt. Hát... Igen, itt szerintem az a különbség ebben az esetben, hogy ő visszaes, úgymond visszaesik, vagy visszaesett. Tehát, hogy megkapta a társadalomtól a lehetőséget, mi aztán segítettünk neki, az egész társadalom kiállt mellette, ezért megkapta a lehetőséget, hogy elvonóra menjen, és nem volt hajlandó élni vele, úgyhogy szégyelje magát. És... Itt igen, itt vannak olyan dolgok, amiket az etika meg a jog különbözhet egymástól, de most ebben az esetben pont nem. Ugye az egyes, ugye mondtam, használtam ezt a szót az elején, hogy citizen journalism, mert ez is ugye olvasói fotó volt, hát ugye az Egyesült Államokból indult ez is, ott azért ott is voltak vele, tehát volt egy nagyon is, hát így ismert HBO sorozat, a The Newsroom, a Híradósok volt az angol címe, és azok elővettek egy ilyen esetet, és aztán kiderült, hogy ez az eset valójában igaz, tehát csak a dramaturgiába beemelték egy kicsit átalakítva, amikor még az appos idők előtt, tehát az applikációk előtt volt egy oldal, a Gawker Stalker az Egyesült Államokban, ahol egy térképszerűen le lehetett írni, hogy New Yorkban, lehet, hogy később Los Angelesbe is elvitték, hogy New Yorkban az adott világsztár éppen hol van. Hát ott nyilván nagy hollywoodi világ ismert emberekről volt szó, és akkor ennek az etikus oldalát kérdőjelezték meg egyébként a biztonsági oldalát is, tehát ott ügyvédekkel ült a Jimmy Kimmel, aki ugye később híres talk show házigazda lett, és akkor ültek, és mondták, hogy ja, hát akkor a Gwyneth Paltrow-t a mozinál megvárhatja 10 pszichopata.
ez másfajta személyiségi jog, tehát itt nyilván nem ő, tehát nem egy emberi méltóságtól elvont szituációban van ábrázolva ez a személy, és akkor a híradósok is lényegileg ugyanezt a dramaturgiát egyébként átvette. Tehát ez a citizen journalism, ez ilyen szempontból nem, hogy szürke zónai, majd, hogy nem, ebből a emiatt fekete zónának tekintem, mert valóban nincs egy olyan szerkesztői híd fölötte. De hát szóval ellene. Itt a műsor legvégén még azért szeretnék egy olyan kérdést így röviden megvitatni, hogy azért nincs egyfajta hitelességi aggály, nem merül fel, amikor azt látom egy ilyen lapnál, hogy megír egy ilyen témát is, mint mondjuk ez, és így jár el, erkölcsileg, etikailag, jogilag, minden szempontból, és közben közérdekű tájékoztatást is kapok tőle. Nem okoz ez a mai fake news korában egyfajta hatványozott problémát? Tehát az egyik legkevésbé becsült szakma ma Magyarországon az újságíró. Azt hiszem, a politikusok versengenek vele az alulbecsültségben, és ez, én nem mondom, hogy csak az ilyen cikkek jönnek, vagy miatt vannak, de valóban teszem azt politikai közéleti lejáratások, és utólag kiderül, hogy alaptalan lejáratások, és a hasonló dolgok miatt valóban én inkább általánosságban látom azt, hogy csökken, és nagyon-nagyon mélyen van az újságírói szakma megítélése, akármennyire is hoznak föl olyan fontos témákat, amikben, hát mondjuk teszem, az teljesen valósak, és nincs semmilyen ferdítés, és nincs semmilyen jogsértés benne. Nem akarlak így végezetül nehéz helyzetbe hozni, nyugodtan általánosságban is beszélhetsz, de ha mondjuk egy ilyen szituációba kerülnél, vagy egy ismerősöd, vagy akinek dolgozol, akkor milyen tanácsot adnál? Szerinted mi lenne most a felelős magatartás, vagy mi a felelős magatartás egy ilyen esetben, ha már megtörtént a baj? Jó, akkor tehát nyilván most konkrétan a cikkről beszélünk. Én amit elmondtam, hogy lehet, hogy tényleg a Molnár Gusztávot tényleg megkeresném, és egy őszinte érdeklődő beszélgetést folytatnék vele. Ezt inkább, mint újságíró mondtam most. De nyilvánosságnak számít, tehát interjúra gondolom? Ja, persze, igen. Tehát, hogy megismerni a másik aspektusát, ha jól értem, vagy a másik részét, vagy az ő mondani valóját, és azt is bemutatni, ha jól értem. Mindenféleképpen azt is meg kell ismerni, meg valóban lássa azt, vagy lássák azt az emberek, hogy hát nem csak az újságíró, mert most teljesen mindegy, hogy az újságíró hogy fordul felé, hanem hogy mint társadalom felé közvetítő személy mit szeretne átadni társadalomnak, és hogy vonjuk be őket is, és tulajdonképpen most úgy hangzik, mint kéz a kézben induljunk el egy úton, de tulajdonképpen erről van szó, hogy kéz a kézben induljunk el egy olyan úton, ahol nem a problémát mutatjuk meg csak, a megoldást is, vagy beszélünk arról, hogy mi a megoldás felé vezető út, vagy beszélünk arról, hogy ebből nehezebb kilépni, mint gondoltuk, hogy tényleg beszélünk arról, hogy a függőségektől nehéz megszabadulni, és mit lehet ez irányba tenni mindannyiunknak, akik bármilyen szinten, most össztársadalmilag beszélek, többes számban érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és hogy meg elkészíthettük ezt a műsort. A kedves hallgatóknak azt azért elmondom, hogy a témával még szeretnénk foglalkozni pszichológiai aspektusból is, de jelenleg még szervezzük ezeket a műsorunkat, de Boros Tamás újságírónak, szerkesztőnek, valamint a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudomány szakának meghívott előadójának köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is, hogy meghívtatok. És a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a műsort. Ahogy említettem, még lesz folytatása, és jelentkezünk természetesen új médiazabálókkal, megy tovább az évad, és addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.